Már a gyepszőnyeg is a helyén az épülő kisvárdai stadionban. A gyepréteg alatt a gyephordó feltalaj van, alatta pedig egy mosott folyami homokréteg található. Ez alatt alakították ki az öntöző és fűtőrendszert. A pálya már gyakorlatilag alkalmas lenne játékra is. Az utolsó fázishoz érkeznek a kivitelezők, a pálya aláfűtése megtörtént, kapja már a melegvizet, tehát teljesen tudnánk rajta most is játszani olyan állapotban, teljesen normális. A minősége az kifogástalan, a finom munkálatok jönnek most már, a skyboxoknak a kiépítése, ha jobb lesz az idő, akkor az ülések fölkerülnek, gyakorlatilag már a tartóztopok kívül, a stadionon kívül elkészültek, majd jön a befedése, azt követően a környezetnek a rendbetétele, és remélem, hogy április-májusra elindul majd benne a mérkőzés is. De nem csupán az aréna épül, hanem mellette több, szervesen hozzátartozó egység is. Természetesen nekünk figyelembe kellett venni a helyi adottságokat, illetve a lehetőségeinket. Egy olyan sportkomplexum kerül most itt kialakításra, amelyet az országban mindenhol meg fognak irigyelni. Nem azért, mert olyan óriási, hanem olyan praktikus. Kettő edzőpálya kerül rövidesen kialakításra a stadion mellett. Érthető okokból most azért nem kezdtük el, mert a munkálatok megnehezítenék, illetve adott esetben még veszélyeztetnék is a kivitelezését. Épül egy nagyon szép 65x45-ös zárt csarnok, annak az alapjai, a cölöpözési munkálatai már megtörténtek. Rövidesen a tartóztopok kerülnek fölépítésre, és a befedése is meg lesz, az március 31-ig kész van. Emellett még a centerpályánkat fogjuk teljesen alácsövezni, fűthetővé tenni, kicseréljük a gyepszőnyeket, az edzőpályánkat is javítjuk, és jön még egy másik 65x45-ös műfűves pálya. Ezen kívül a stadion mögött lesz egy óriási multifunkciós csarnok, amely komplexé teszi majd ezt az egészet. Az egy 4500 férőhelyes, elsősorban a kézilabdának a szolgálataira álló épület lesz majd. A labdarúgó akadémia építési munkálata is elkezdődtek már. Itt jelenleg az alapozás zajlik. Ráadásul az egy teljesen zöld energiával épülő és készülő nagyon szép kollégium lesz, műfűves pályával, teljes kiszolgáló létesítménye, tehát a tanulóink azok már abszolút a modern elvárásoknak megfelelő környezetben tudnak majd pihenni és étkezni, mert azért az étkezést is természetesen már most szem előtt tartjuk. A labdarúgó akadémia építése előreláthatólag nyáron fejeződik be.